Karcagváros idén is meghirdette a legszebb konyhakertek Magyarország programját, mely 2012-ben indult, és mára országos szintűvé nőtte ki magát. Püspökladány az elsők között csatlakozott, és azóta minden évben meghirdeti a versenyt. Sajnos manapság a lakosság jelentős része a kerteket fűvel borította be, és emellett csak virágot gondoz, esetleg füvet vág. Ezt jelenti manapság a rendezett udvar, a rendben tartott porta fogalma. A családok a zöldség és gyümölcs igényüket pedig a gyorsan elérhető különböző üzletekből vagy a piacról való vásárlással elégítik ki. A program célja, hogy ezen a tendencián változtasson, és a családok újra műveljék kertjeiket, minden nap friss zöldséget téve az asztalra. A versenyre nem csak magánszemély nevezhetett, hanem egyesületek vagy csoportok is, akik kertet művelnek. Itt tett idén a roma kisebbség, akik az önkormányzatuk udvarán lévő konyhakertjükkel neveztek a versenyre. Stábunkkal ellátogattunk az idei év legszebb konyhakertje programra jelentkező magánszemélyek és egyesületek konyhakertjeibe. A Magyarország legszebb konyhakertje program 2012-ben indult. Az ötletgazda Kovács Szilvia Karcagváros alpolgármestere indította ezt a programot. Püspökladány már az első évben csatlakozott elsőként ehhez a programhoz. A programra benevezhetnek kerttulajdonosok, egyesületek, csoportok, akik konyhakertet készítenek, gondoznak, ápolnak. Ez a benevezés követően egy előzetes egyeztetése kerül sor, amely során meghatározzuk azt, hogy mikor történik a kertszemle. A kertszemlén különböző szempontok alapján megszemléljük a kerteket, aztán a nyár folyamán következik egy második kertszemle is. Itt megnézzük azt, hogy a nyár második felében milyen növények vannak, milyen növények maradtak még meg a konyhakertben. Természetesen mindig nagyon fontos szempont az, hogy hogyan történik a konyhakert művelése, milyen a karbantartása, mennyire van gyomtalanítva, milyen a növények egészségi állapota, ha szükséges történt-e permetezés, vagy valamilyen vegyszeres kezelés, erről vezettek-e permetezési naplót. A szemle során keressük az összhangot, a harmóniát is, de természetesen nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy egy aktív és hasznos elfoglaltságot végeznek mind a tulajdonosok, mind pedig a kertet művelő egyesületek, csoportok. A legszebb konyhakert Magyarország program célja, hogy tudatosítsa az emberekben azt, hogy kis munkával, odafigyeléssel egészséges élelmiszert tudnak termelni, melyet nem kell a boltba menni. A friss gyümölcs és zöldség elengedhetetlen az egészséges életmódhoz. Ez egy országos program, mára már olyan nagyra duzzadta a résztvevő településeknek a száma, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országos programról van szó, aminek mi is, a településünk is része lett. Nem csak a megyében vagy a vidékünkön, hanem távolabbi vidékeken, Dunatisza közéről, sőt a Dunántúlról is vannak jelentkezők, illetve az előzetes egyeztetések alapján úgy tudom, hogy még határainkon túl települések is jelentkeztek erre a programra. A mi településünk egy kisvárosias, falusias jellegű település. Az itt élők mindig foglalkoztak konyhakerttel. Tulajdonképpen ennek a konyhakert művelésnek a tudása az nem felejtődött el. Ezért mi szempontunkból ennek a programnak a célja inkább az lehet, hogy tudatosítsuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy ha saját magunk termelünk gyümölcsöt, zöldséget, az tulajdonképpen csak azt tartalmazza, amit mi adunk hozzá, tehát egészséges élelmiszert állítunk elő, amelynek a fogyasztása hozzájárul az egészséges életmódhoz. A zsűri idén két tagú, a konyhakert megszemlélése után pontozási rendszer felállításával döntenek a legszebb konyhakert kiválasztásában, tudtuk meg Rásó János alpolgármestertől. A zsűrizés megadott szempontok alapján történik. Itt a megtermelt növények száma, minősége, a kertművelésnek a módja, a kert gyomtalan állapotban tartása, a vegyszerzés szabálynak a betartása, ezek mind-mind fontos szempontok. Természetesen mindig figyelembe kell venni az adott évnek a klimatikus jellemzőit, mert hiszen pont az idei év az, amikor szinte egész nyáron alig-alig hullott csapadék, tehát nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetni a kert tulajdonosoknak, kert gondozóknak az öntözésre, ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vizet tudjanak biztosítani a növények optimális növekedéséhez. Természetesen ez mind-mind számba veszi a zsűri. Ahogy említettem, személyes
zsűrizés történik, tehát ilyenkor felkeressük a kerttulajdonosokat, megnézzük, megszemléljük a kerteket, és ez alapján különböző pontozási rendszer alapján hozunk ítéletet. A zsűritagok ebben az évben két zsűritag van. Tóth László, a Mezőgazdasági Bizottságnak az elnöke, illetve jó magam. Az eredményhirdetésre augusztus 20-án fog sor kerülni, a Lalányi nyár záró program részeként. A Legszebb Konyhakert cím egy elismerő oklevéllel és egy falra kerítésre kifüggeszthető táblával honoráljuk. Ezzel hirdetve azt, hogy a kert tulajdonosa benevezett erre a programra, és olyan módon ápolta, művelte a kertjét, amely megérdemli az elismerést. Stábunkkal és a zsűrivel Sasbulcsuk kerttulajdonos kertjébe látogattunk, ahol a bírák szemrevételezték a konyhakertben található tököt és paradicsomot az adott pontozási szempontok szerint. Sasbulcsuk konyhakertje az idei meleg nyár ellenére is nagyon változatos. Megtudtuk, kertjében már sok minden beérett, de még megtaláljuk benne a koktélparadicsomot, paprikát, kukoricát, tököt, szedret és ehető gyógynövényeket is. Első alkalommal. A püspök, a lány emberek nem igazán magamutogatóak, így nem szeretik mutogatni a lakásukat, kertjüket sem. Sajnos nem jellemző, hogy túlságosan sokan jelentkeznének ezekre a Legszebb Konyhakertek programokra. Ez olyan, mint régen a tiszta udvar rendes ház volt, hogy mivel 2000 négyzetméter fölött van a telkünk, így szinte minden megtalálható a konyhakertünkben. Ehető növények, gyógynövények, és mivel nekem az az elvem, hogy ami a saját helyén nő, tehát a vadvirágokat, vadnövényeket nem bántom, ezért ezek is megtalálhatóak. Itt aztán a egészen nagy paradicsomtól az egészen kis koktélparadicsomig paprikák különféle fajtái, fehér, piros, zöld, csípős, édes paprikák, mindenféle konyhakerti növény, mindenféle zöldség megtalálható a kertben, nagy része már fel is lett szedve, a krumpli, borsó, bab, ezek fel lettek szedve, a kukorica nagy része már letörésre került, sajnos elég meleg volt a nyár, ezért aztán a maradék növényeknek egy része ki is sült, van pár fám, ami lábon kiszáradt, de sajnos ez ezzel jár, főleg a barackfák nem bírják ezt az éghajlatot és ezt a talajt. Ezen túl, ami itt most gyomnak látszik, annak nagy része gyógynövény, tehát a pongyol, a pitypangtól kezdve a borsikafún keresztül, a cickafarkig, a papsajtig, itt aztán minden megtalálható. Itt a autóbejárónkon látszik, hogy le van vágva a fű, a feleségemnek ez mániája, hogy mindig levágatja, ő úgy szereti, hogyha így rendben van, én azt szeretem, hogyha legalább térdig ér, mert nekem az úgy szép. Tehát a kertünkben is látszik, hogy amit csak lehetett, ott hagytam, ahol kinőtt. Tehát ez az elvem, hogy nem véletlenül nő, mindennek van haszna, amit más gyomnak tart, azt én, amikor szépen megnőtt, akkor beteszem a tyúkudvarra, és a tyúkok elrúgdossák, meg a kacsák. Nem várok a versenytől semmit, a részvétel fontos, és az, hogy egyre több jelentkező lehetett, és így van, kik közül választani most a zsűrinek. Tóth Lászlótól, a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnökétől megtudtuk, hogyan zajlik a zsűrizés, milyen szempontokat vesznek figyelembe a Legszebb Konyhakert kiválasztásakor. Továbbá azt is elmondta, ő is foglalkozott kertműveléssel hosszú időn keresztül. A kezdet-kezdete óta, tehát 12 óta folyamatosan tagja vagyok a zsűrinek. Nem tudom, hogy mennyit tudott. Ez úgy működik, hogy fölhívással él a önkormányzat, és akkor erre lehet nevezni. Aki nevezett, akkor nyilván, hogy azoknak a konyhakertjét, illetve kertjét, vagy balkon, vagy több kategória van, akkor azt személyesen a zsűri megtekinti, és a szempontsor alapján dönt a helyezésekről. Hát itt ugye olyanokra kell figyelnünk, hogy kiírásban úgy van, hogy öt kultúrának, növénykultúrának kell lenni, aztán ugye nyilván a elrendezés, a kezelése, gyomtalanítása a konyhakertnek fontos szempont a permetezés minél inkább bikerülése,
tehát ha és amennyiben egy mód van, akkor a biológiai, illetve a mechanikai védekezést kell a vegyszeres védekezés helyett alkalmazni. Nyilván, hogyha ez nem kerülhető el, akkor azt is kell, de olyan szerrel nyilván, ami leginkább környezetkímélő és legkevésbé ártalmas az emberekre. Továbbiakban még talán azt kellene elmondani, hogy ennek a végső célja, hát egyrészt az, hogy népszerűsítsük, nagyobb kedvet adjunk a kerti gondozásában. Azon kívül ugye az egészséges életmód is előtérbe kerül, tehát én mindig is azt tartottam, hogy ha egy mód van rá, akkor saját magam által megtermelt növényeket fogyasszam. Én azt tudom, hogy hogyan van kezelve. Ez régről maradt rám, hisz valamikor nagyba csináltam növénytermesztést, illetve zöldségféléknek a termesztését, különösen a zuborka és a paradicsom. De mai napig is ezt az elvet vallom, és hogyha nagyon-nagyon szükséges, akkor megyek ki a piacra, de akkor is kis termelőtől veszek, mert azt gondolom, hogy hasonlóképpen csinálj, mint én. A kert tulajdonosok mellett egyesületek is részt vesznek a versenyen. Stábunkkal ellátogattunk a Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesületének konyha kertjébe is, ahol kukoricát, uborkát, paradicsomot termesztenek, valamint a konyhakertben található egy lestján nevezetű növény is, ami különleges ízt ad, akár egy finom levesnek is. A legszebb konyhakert Magyarország programra a Roma Kisebbség Irodája udvarán lévő konyhakerttel is beneveztek. Kovács Gyula képviselő riporterünknek elmondta, miért indultak a versenyen. Most az új telepen vagyunk, a Roma Nemzetiségi Irodájának az udvarán vagyunk, és a kertjébe vagyunk, és ott termesztettük ezeket a növényeket. Példát szeretném mutatni a roma kisebbségnek és a környékbeli városon lakó romáknak, hogy milyen kertet lehet szépíteni, megépíteni. Nekünk ez az első alkalom, de viszont azt szeretnénk, hogy minden roma csatlakozzon, vagy a saját kertjét, hogy művelje. Ahogy lehet látni, káposztát, petrezselymet és patogatott kukoricát még egyenlőre, de szeretnénk bővíteni további növényekkel, szeretnénk bővíteni meg zöldségekkel. Hát a versenytől azt várom, hogy eredményes legyen, második, harmadik helyezett vagy első helyezett, de csak hogy eredményes legyen, az a lényeg. A versenyre jelentkezők között volt Varga János, a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke is, aki a saját kertjével nevezett a versenyre. Varga János riporterünknek elmondta, ezzel is példát szeretne mutatni a ladányi romáknak, hogy műveljenek kertet. Ezzel egy példát szeretnék mutatni a piskolányi romáknak, hogy ők is ugyanezt folytassák, meg én is mutassam meg nekik, hogy van értelme, művelben vannak a kertek. Ez az első alkalom, hogy beneveztem a legszebb konyhakertbe. Ezen az oldalon van a fűszerpaprika, káposzta, karfiol, zeller és kukorica. Fontosnak érdem, mi is be szeretnénk csatlakozni, attól függetlenül, hogy milyen az etetikai kisebbségünk. A romák is csatlakoznak hozzá, ebből így bebizonyítani, hogy igenis mi is képesek vagyunk kertet művelni. Szerintem nem a helyezés a legfontosabb, a részvény, hogy mi is beneveztünk, illetve beneveztem. A legszebb konyhakertek Magyarország program a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt országos mintaprogramja immár nemzetközivé vált, hiszen határainkon túl is csatlakoztak hozzá. Karcag határon túli testvérvárosai, a felvidéki Szepsi, az erdélyi Székelykeresztúr, de lefolytatja a versenyt a Szerbiában található Temerin is. Városunk a kezdetek óta részt vesz a versenyen, melyre idén az időjárás ellenére is szép konyhakertekkel neveztek be a tulajdonosok. Az eredmény hirdetésre az augusztus 20-ai városi ünnepségen kerül sor. A zsűri által kiválasztott a legszebb konyhakert Magyarország program nyertese egy oklevéllel és egy falra kerítésre kifüggeszthető táblával lesz gazdagabb.